Az elmúlt nyáron Budapesten rendezték meg az atlétikai világbajnokságot, amelyet közvetlenül a pálya mellől követhetett végig Tarnóci Zalán. Az előnléti edzőként dolgozó szakember így testközelből láthatta, hogyan dolgoznak az edzők és a versenyzők. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy egy szakmai napon kicserélhetnék tapasztalataikat a sportban sportért dolgozók. Rá kellett, hogy keressek azokra a szakemberekre, akik most tényleg a világ élvonalában dolgoznak, és így találtam a, azt a előadót, a Speedworks uh, brandnek a megalkotóját Angliában, a jonas -t. Jonas Dodó a Lovebrow Egyetem mellett dolgozik, és ott uh, nemzetközi szintű sportolók keresik fel, hogy még jobbá válhassanak, és ők egy olyan mesterséges intelligencia alapú mozgáselemző rendszert fejlesztenek, illetve egy arra épülő gyakorlatrendszert, oktatás módszertant, ami hihetetlen hatékony. És ezt nem csak az atlétikában, hanem a labdajátékokban alkalmazzák rögbi, de az európai futballban is kézilabda. Tehát bármilyen sportág, ahol a sebesség szerepet kap, ott ennek óriási haszna lehet, és ők igen mondtak a felkérésre. Többször látogattam ki hozzájuk a képzéseikre, és sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani velük, úgyhogy eljönnek Nyíregyházára, és a Speedverse csapat lesz a külföldi sztár előadó. Az egész napos rendezvényen az elméleti előadások mellett gyakorlati bemutatók és kiállítások is színesítik a programot. Az első előadónk a Testnélési Egyetemről Sáfár Sándor, aki a Ma Magyarországon a kiemelt akadémiák ellenőrzésében hihetetlen nagy tapasztalattal és tudással rendelkezik, és az innovatív eszközök, módszerek globális rendszerét fogja bemutatni, egyfajta keretbe foglalja az egész napot. Utána pedig egyre inkább gyakorlati bemutatók, majdnem azt mondom, hogy mini kurzus fog következni, hisz a Fit for All a rendszer egy olyan magyar szabadalom, ami nemzetközi siker futott be, és legyünk rá büszkék, bízunk benne, hogy alapvetően új információkat tudnak szolgáltatni a jövő edzőinek, és ezt is bemutatjuk, illetve a szünetekben ki is próbálhatják az érdeklődők. Ez egy olyan púzus elemző rendszer, ami hasonlóan az okos órákhoz, de annál sokkal nagyobb precizitással és pontossággal olyan dolgokat tud megmutatni, ami a regenerációt, alvás minőséget, illetve hát egy edzés után a újra terhelhetőséget tudja megmutatni. Mint Tarnóci Zalán elmondta, a szakmai nap előadásai és bemutatói a későbbiekben is elérhetőek lesznek a részvevők számára, akik így munkájuk során gyakorlatban is hasznosíthatják majd az április 27-én látottakat-hallottakat.